sok szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet. Én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy megtöltöttük a művelődési házat. A legszebb hangszer, az emberi énekhang fogja köszönteni a legszebb ünnepet, a karácsonyt. Ezen belül is két generációt szólítok meg a mai műsoron, a szépkorúakat, illetve a gyermekeket, fiatalokat. Ennél csodálatosabb ajándék, hogy ennyien itt vagyunk, és dalolunk, és ilyen szép számban van közönségünk, számomra ennél szebb karácsonyi ajándék nem is lehetne. Úgy állítottuk össze mai programunkat, ahogy mondtam, hogy megszólítunk két generációt. Az idei év az Őszi Rózsa Népdalkörnek 25. jubileumi születésnapi év, és egyben újjászületés is. Karácsonyt, a születés ünnepét úgy ünnepelni, hogy én egy újjászületett együttessel szerepelhetek, egy hagyományőrző magyar együttessel, számomra különös nagy ajándék, és nagyon-nagyon köszönöm a kedves szépkorúaknak, hogy megmentettük ezt a csapatot, és reméljük, hogy fel is tudjuk virágoztatni. És a kedves fiatalok, ezek a csillogó szemű, szuper, imádom gyerekek, amit nem is lehet szóval elmondani, hogy mit jelentenek ők számomra. Ma a színpadon a legkisebbek, már harmadik osztályosok is itt fognak dalolni, és egészen a középiskolás korosztályig. Fogadjuk műsorunkat olyan szeretettel és olyan tapssal, ahogyan mi felkészültünk erre a mai napra. Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, hogy vettem ember, sietve nem vén, lássátok, Istennek fia, aki született, olyan jó, hogy elhozzátok karácsonyi anyja.
sorry.